az életünk, a bolygónk. Egy föld, egy film, egy esély. 24 órás globális filmkészítő maratont rendeztek a környezettudatos gondolkodás érdekében. A rendhagyó filmes verseny, amely azóta nemzetközivé nőtte ki magát, még 2004-ben indult Szexárdról Kindl Gábor ötlete alapján. Az alkotásokat kizárólag szeptember 28-án 0 és 24 óra között készítették el az alkotók, szigorúan csak mobiltelefonnal. A mesterséges intelligencia külön kategóriaként, sőt, hát együtt szerepelt a hagyományos film készítése, és ez abszolút új, a világon is az elsők között vagyunk azzal, hogy használjuk a filmkészítésben, a videókészítésben a mesterséges intelligenciát. Ez a zsűrinek is új volt, mindenkinek új volt, hogy azt se tudtuk, hogy mi fog ebből kijönni. Születtek jó filmek egyébként, jó kis alkotások. Nagyon sok olyan film született, ami úgynevezett hibrid, ami bizonyos szintig használta a mesterséges intelligenciát, aztán készültek akár képek, vagy generáltak képeket mesterséges intelligenciával, de hagyományos módon is készültek. Az élelmiszerpazarlás témája sokakat megmozgatott a magyar és a nemzetközi mezőnyben is, összesen 186 filmet neveztek a versenyre. A nemzetközi döntőbe 5 magyar film jutott, sőt mi több, magyar győztest is választottak. Horváth Máté Echoes of the Wild című alkotása bizonyult a legjobbnak. A Szekszárdi Kar és a Forgassa Földért Alapítvány a jövőben még szorosabbra fűzi kapcsolatát. Sok-sok éves együttműködésünket egy együttműködési megállapodással fogjuk most megpecsételni. A dékáni tanács, kari tanács jóváhagyja az anyagot, és ezt követően sor kerül a megállapodás aláírására. Miért tartottuk ezt fontosnak? Nem csak egy papír, újabb papír, amit a fiókba elhelyezünk, és hát nyugtázzuk, hogy megint kötöttünk valamilyen megállapodást, hanem ez egyfelől tényleges együttműködés megállapodási formába öntését jelenti, másfelől pedig újra és újra elmondom, hogy a Forgassa Földért program nem csupán ennek a karnak a belügye, hanem a Pécsi Tudományegyetem stratégiájának elemévé is vált. A Forgassa Földért verseny tehát immár egy oktatási, képzési, tehetséggondozási program védjegyévé is válik majd a jövőben.